Gémesi György Urat, Gödöllőváros polgármesterét, egyben polgármester jelöltjét köszöntöm a stúdióban. Köszöntöm a kedves nézőket. Mi az, amit az elmúlt majd 30 évben nem mondott még el magáról, vagy mi az, amit egy ilyen újabb megmérettetés előtt hozzá akar tenni, vagy ki akar emelni? Az én életem nyitott könyv egyébként, ezt mindenki tudja, és sosem titkoltam el a dolgokat, ami körülöttem vannak. Én egy 8 gyermekes családból származom, 3 gyermekem van, 3 unokám van, jön a 4. unokám. És itt élek Gödöllőn 1956 óta, amikor megszülettem. Itt nőttek fel a gyerekeim, itt születtek az unokáim. Tehát azt mondanám egy szóval csak, hogy nagyon erősen kötődöm Gödöllőhöz. Talán ez a kötődés még erősebb, független attól, hogy nagyon sokszor volt olyan lehetőség az életemben, hogy elmenjek én is. Még orvosként sokszor hívtak külföldre, de hát nem mentem. Egyrészt azért, mert úgy gondolom, hogy nekem, ha itt kaptam a diplomámat, itt van dolgom. Az egészségügyben dolgozok orvosként, de hát aztán később polgármesterként pedig a saját magam városáért tehetek nagyon sokat. Úgyhogy most is itt van dolgom, és bízom benne, hogy itt lesz dolgom a következő esztendőben is. Minden polgármester jelöltől megkérdezzük, hogy milyennek tartja azt a várost, ahol polgármester szeretne lenni. Öntől is meg kell kérdeznem, milyen ez a város, milyen ez a Gödöllő? Nyilván egész más szemmel nézi, mint más. Persze, hát nekem azon a szemüvegen keresztül is néznem kell, hogy kell működtetni egy várost, ez nem egy egyszerű feladat. A dolgok nem magától mennek. Ugye ez egy szakma ma már, hogy valaki polgármesterként irányítani tudjon, hiszen a polgármester irányít, a jegyző vezet, és a kettő együttesét kontrollálja nyilván a képviselőtestület, ez az alapszabály. De hát ugye megtanultam én is ezt a szakmát, amikor elkezdtem 1990-ben, nyilván én sem tudtam. Előtte nap még operáltam a kórházba, másnap itt voltam polgármester, de megtanultam, mert megtanulható sok-sok szorgalommal és jó szakemberektől. És a szakma sokat segített. Ma is azt gondolom, hogy egy olyan város Gödöllő, ahol nem a politika irányít, hanem a szakma. A szakma segíti a politikát irányítani, vagy a település politikát, nem pártpolitikát irányítani. Ez a város szerintem jó élhető, vannak nehéz pontjai, tehát vannak olyan pontjai, amin javítani kell, de összességében ez a város egy keresett város, rengetegen szeretnének ide költözni, igaz, drágák az ingatlanok, ezért mindenki nem teheti meg, de most a legutóbb adori új jelentése alapján, vagy a készített anyag alapján is, Észak-Kelet-Pest megyében Gödöllő az egyik legkeresettebb város, és ebben sok minden közrejátszik, például a pezsgő kulturális élet. Mindamellett pedig Gödöllő a saját kategóriájában, ez a 20 és 50 ezeres városok közötti létszám. Ebben a kategóriában a KSH adatai alapján, az általunk egyébként leírt honlapon ez megtalálható, hogy hol vannak ezek az adatok, egy Bennett-féle számítási móddal. Ez a 15 legfontosabb fejlettségi mutató, gazdaság, oktatás, kultúra, stb. Ez alapján a legjobb az országban. Tehát innentől kezdve nincs miről beszélni, ez mindent visz. Ezt persze az ellenfeleim nem akarják észrevenni, többször megtámadták a KSH-nál, megtámadták a választási bizottságnál, de egyik sem adott nekik igazat. Ez a számítási mód persze nem a KSH számítási módja, az ő adatai alapján készítettük el. Egy tudományos munkatárs készítette az egyetemről, és így a saját kategóriánkban 2017-ben, amióta fejlettebbek vagyunk egyébként, azóta fejlődtünk tovább, voltunk a legjobbak, mert ezek a legfrissebb adatok, amik hozzáférhetőek. Összességében tehát büszke vagyok erre, hogy Gödöllő előrébb lépett ebben a kategóriában, mert korábban is számítottunk, csináltuk ezeket a számításokat, akkor ugye az első ötbe voltunk, most az elsők vagyunk 2017-es adatok alapján, és ez engem büszkeséggel tölt el, mindent visz. Lehet vitatkozni, Gödöllő fejlődik vagy nem, meg kell nézni ezeket az adatokat, ki kell számolni, és utána kell vitatkozni arról, hogy mennyire fejlett Gödöllő. KSH szerint fejlett Gödöllő. Ön szerint mi az, ami még hiányzik, hiszen valószínűleg, hogyha valaki úgy érzi, hogy itt már minden elkészült, akkor nincs mi inspiráljon. Mi hiányzik még Gödöllőből, amit fontosnak vél, aztán majd később rátérhetünk a programra is. Sok minden hiányzik, és sok minden megvan.
mindig azt kell megnézni, hogy honnan indultunk és hova jutottunk el. És az elmúlt 29 esztendőben és az elmúlt 5 évben pedig nagyon sok mindent tudtunk előrelépni. Van a városnak egy integrált városfejlesztési stratégiája, az 7 évre készült, 2014-15-től 7 éven keresztül tart. Ez egy nagyon széles társadalmi egyeztetés után került megfogalmazásra. Ez alapján haladunk előre, ez alapján és a korábbi választási programunk alapján készítettük el a város 5 éves ciklusprogramját, gazdaságfejlesztési programját, és abban megfogalmazottakat gyakorlatilag maradéktanul, sőt sokkal többet teljesítettünk. Egy dolog nincs kész, ez a városi sportcsarnok, dolgozunk rajta, bízom benne, hogy hamarosan be tudjuk jelenteni, hogy ez is meg fog épülni. Nyilván ebben igénybe veszünk úgynevezett adókedvezményeket, TAU-s forrásokat, mert a sportlétesítmények így épülnek ma Magyarországon. Tehát azt gondolom, hogy összességében minden olyat, amit elképzeltünk, sikerült megvalósítani, és hát persze a következő 5 évben is van tervünk és elképzelésünk, hogy merre megyünk tovább, és milyen fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani. Bár nyilván mindenki sejti, meg kell kérdeznem, mi csapattal indul, milyen csapattal indul, és hát a programból hallhatnánk markáns pontokat. A Lokálpatrióta Klub, mert ennek vagyok a jelöltje, most már 1994 óta, függetlenül, hogy országos politikában voltam meghatározó politikus. A Lokálpatrióta Klub újra egy csapat indul az önkormányzati választáson. Ez a csapat 10 plusz 1 főből áll, polgármester jelöltben. Ebben a csapatban van 4 hölgy, 4 nő. Van olyan helyi induló párt, amelyiknél egy nő sincs a csapatban. Ezt én nem tartom helyesnek, hiszen nőknek persze nyilván a családban is rengeteg is nagyon fontos szerepük van, de nem a konyhában a helyük, hanem ugyanúgy a közéletben is. Azt gondolom, hogy kell nekik lehetőséget biztosítani arra, hogy segítsék a döntéseket, a döntéshozást, és nyilván azt a közéleti munkát, amit egy képviselőnek végezni kell. A 10 emberben van szakember, már úgy értem, hogy iparos, tehát aki autószerelő céget és szalont vezet, van most végzett egyetemista, van nyugdíjas iskolaigazgató, van orvos, van közgazdász, van jogász, tehát körbejártuk azokat a fő területeket, pénzügyi szakember, amihez értenie kell egy képviselőnek. Nem mintha én az elmúlt 29 évben nem tanultam volna meg, de azért nem baj, a képviselő testület is tagja is tisztában vannak a folyamatokkal és a szakmai kérdésekkel. Ez fontos. Tehát ezzel a csapattal indulok, és azt gondolom, hogy ha megkapjuk a bizalmat, akkor ez a csapat arra méltó lesz, és nyilván versenyképesen tud meg kiállni a feladatai megvalósítására. A programból tudunk-e olyan pontokat kiemelni, aminek alapján mondjuk 5 év múlva Gödöllő nem ilyen lesz, ilyenebb lesz? Így van, nem ígérethalmaz és nem ötletből érzelmi programunk. Számításokkal megalapozott, alá van támasztva, és az a feltétel a megvalósulásának egyrészt, hogy a önkormányzatok állami finanszírozása ne változzon, bár már most is nagyon rossz, de hogy ez ne legyen még rosszabb, a másik pedig az, hogy többség legyen a testületben mögöttem. Ha többség van mögöttem a testületben, akkor meg tudjuk valósítani a programunkat. A programunk 7 alapelemről, 7 prioritásból áll. Az egyik a gazdaságfejlesztés. Sokat lehetne erről beszélni, szerintem fő egy önkormányzat autonómiája, tehát önállósága és életképessége szempontjából a lokális gazdaságfejlettsége egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ebben van egy vadonatúj elem, ez pedig a Gödöllő-Veresegyház térségi gazdaságfejlesztési tengely kialakítása. Aláírtunk egy megállapodást Pásztor Béla polgármester úrral, amiben azt a erőteret igyekszünk összetolni és erősíteni, ami mindkettőnk számára jó, ilyen például a turisztika területén lévő lehetősége kihasználása. Ott épül 3 medence, nálunk van királyi kastély, és ennek a gazdaság fejlajtó erejét kötnénk össze a kastélyban lévő turisztika és gazdaság fejlajtó erővel, ami erősíti egymást, a két közönséget megcserélve, illetve
összehozva lehet még nagyobb létszámú turistát, közönséget ide vonzani Magyarországra, illetve hát nyilván Gödöllőre is. Ez azt is jelenti akkor, hogy Gödöllő lemondott a saját strandról? Gödöllőnek nem volt ilyen elképzelése, illetve nagyon régen volt ilyen, amikor a Spár mögött egy uszorát építettünk volna, és annak lehet volna egy szabadtéri medencéje. Ma úgy tűnik, hogy a kormányzat hatására, kormányzati döntések hatására lesz ugye egy nagy uszoda. Ez az uszoda épülget, 14 és 15 között, 15 már megígérték, 15 végére lesz ott benne víz, és lehet úszni. Hát mai napig nem történt meg. Most láthattuk, hogy Jécsei László országgyűlési képviselő azért ezt gondozta, ezt a témát, és ugye 2014-ben azt mondta, hogy nincs hozzá köze az önkormányzatnak, és nem tudjuk megakadályozni, senki nem akarta megakadályozni, de ugye az elmúlt 5 esztendőben ezt nem sikerült megvalósítani, annak ellenére, hogy az ára 3 milliárdra 8-ra fölment. Mégis azt mondom, hogy valószínű lesz, mert azért épülget. Nem a mi dolgunk, hiszen állami beruházás, kiemelt állami beruházás. A csúszásért persze nyilván engem okolnak, de ez nyilván benne van a választási kampányban. Én bízom, hogy 2020-21 magasságában kész lesz ez az állami fenntartású, állami építési úszoda. A gazdaságfejlesztés programjáról már szólt, mik a fontosabbak még a hétből? Gödöllő legyen közlekedhető város. Ugye ma a közlekedés bizonyos időszakokban nagyon nehéz Gödöllőn. Ennek egyik megoldás az elkerülő út, ami kiveszi a város központjából az átmenő forgalmat, ami ma 50%-a a teljes forgalomnak. De természetesen dolgozunk azokon a összeköttetéseken, útépítéseken, amik lehetővé biztosítják a flotta közlekedést. Most adtunk át egy kis körforgalmat itt a János utcában. Nagyon sokan féltek tőle, sokan előre mondták, hogy ennek semmi értelme, mert nem fér el. Tökéletesen elfér, gyönyörűen működik, és flottabbá lett a közlekedés, és leglényegesebb, hogy biztonságosá. Tehát összességében azt gondolom, hogy ezek a belső útfejlesztések, azok is fontosak a közlekedhető város tekintetében, és aztán persze a buszközlekedésnek a megfelelő sűrűsége adott esetben, hogy minél többen tudjanak busszal közlekedni. A második prioritás Gödöllő a zöldváros. Most nem sorrendben mondom, csak a témákat. Gödöllő a zöldváros, eddig is sokat tettünk azért, hogy az 54% zöld felület megmaradjon. Ez nem csak, hogy megmarad, hanem bővül is. Ennek érdekében 1000 fát ültetünk 5 év alatt, ez azt jelenti, hogy évente 200 fát. Ma ültettünk el egy fát egyébként pontosan. És ez az demonstrálja, hogy a zöld területet mindenféleképpen igyekszünk megtartani. Ehhez a zöld energiák, napelemek telepítése is folyamatban van, és igyekszünk ezt a 50%-nál nagyobb zöld felületet növelni a következő időszakban. Gödöllő az egészséges város, ebben benne van nyilván az egészségügyi objektumok, itt ebbe belekerült egyrészt a tűrőgondozó most lesz holnap után átadva az új helyen, az STK-ban, ahonnan ugye ahol volt rendelés, de ezeket sikerült áthelyezni máshova, és összességében Gödöllő egy olyan tüdőszűrő állomásra rendelkezik, ami a legújabb műszer fejlesztést megkapta. Persze lehet, hogy ez kevés, de nem a város dolga a járóbeteg ellátás, hanem az állami feladat. Hogy aztán ezt mennyire látja el az állam, vagy mennyire nem, ezt nyilván lehet érzékelni a mindennapokban. Aztán Gödöllő az okosváros. Szeretnék az okosváros program keretein belül minden jobb felszereltséget elérni. Egy olyan informatika háttéren dolgozunk, ami az Gödöllő kártya helyett, mert az már egy elavult dolog, biztosítja, hogy telefonos applikációkon keresztül lehessen elérni szolgáltatásokat, és így sokkal flottabb és jobb lehet az ügyintézés. Persze sok más alpontja is van, de ez a legfontosabb. A kultúra mindig is meghatározó eleme volt a város arculatának. Azt hiszem, hogy
egy városban mindenféleképpen fontos az, hogy meglegyen a vezető kulturális színvonal, és többféle kategóriában, műfajban a kultúra szolgálja ki a gödöllőieket, ez történik most is. Azt hiszem, hogy ezek a fő prioritásai a programunknak. Aztán van persze számos oldalág, ami ebbe csatlakozik a többi, de ez egy világosan látszik azt, hogy milyen irányba megyünk el a következő időszakban. Végül egy utolsó kérdés. Mit nyer az a Gödöllő városa, ha a változatlanság mellett szavaz már, ami a polgármester és a testület személyét illeti, vagy összetételét illeti? Miért szavazzanak önökre? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb a hitelesség, felkészültség, az, hogy nem egy politikai műhelybe gondolják ki a gödöllői döntéseket, hanem mi itt magunk izzadjuk ki, lehet, hogy nem mindig a legjobbat, vagy a lehetőségek közül megpróbáljuk mindig a legjobbat tenni a szakmai tudásunk felett, és mi ezt szeretnénk folytatni. Én nem szeretném azt, hogyha a politikai pártok küzdőterévé váljon a város. Ha van alkalmas jelölt, aki ezt meg tudja oldani, én magamat őszintén nagy képviség nélkül, mondom, 29 év után alkalmasnak tartom, akkor érdemes arra odafigyelni, mert az nem csak annak a civil szervezetnek és köré csoportosuló erőtérnek lesz egy jó lehetőség, hanem azoknak is, akik eddig másképp gondolták. Tehát azt hiszem, hogy nem fogunk senkit, és nem zártunk eddig és senkit se a város életéből. Én most is polgármester vagyok, olyan polgármester szeretnék lenni a továbbiakban is, ahova amelyik integráló feladatot lát el és tölt be, integráló szerepet. A helyi értékek, érdekek mentén nagyon kényes és keskeny az egyensúly és a mesdje, de meg lehet teremteni. Ha ezt a kisvárosi jellegét elveszíti a város, hogy élhető, hogy esetleg ilyen belterület bevonásokkal valami megapolis akarnak építeni, akkor ez a város, ez meghalt. Ez ennyi átlátható, 34 ezer ember lakik Gödöllőn, 29 ezer volt, mikor én kezdtem, ez fenntartható, megvannak a bölcsődék, óvodák, iskolák, megvan a kulturális, szociális ellátási háttér, egészségügyi ellátási háttér. Lehet a KK-n is csomót keresni, de összességében azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki belemerjen vágni ilyen dologba, sok információval és felkészültségekkel rendelkeznie. Ezt nem igazán látom a ellenfeleimben, de persze nyilván majd meglátjuk, hogy mit tudnak ennek kapcsán mondani. A mi programunk, a mi elszántságunk, a mi hitelességünk, a mi tisztességünk, az mindenféleképpen garancia arra, hogy ez a város a következő évben sem ebek 30-adjára működjön, és ne a pártpolitika irányítsa. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm szépen.